mennyire húz téged be a saját elméd? Mennyire ural el, mennyire azonosulsz a saját elméd gondolataival, mennyire vagy tudatos? Szeretettel köszöntelek, Németh Erika vagyok, önismereti tréner. Teszteljük le ezt, hogy mennyire vagy tudatos, és mennyire tudsz a saját elméd uralma alá kerülni, adott esetben padlóra kerülni miatta, a saját gondolkodásod miatt. Most 4 kérdést fogok neked föltenni, és arra kérlek, hogy gondold végig erre a 4 kérdésre a válaszodat. Majd pedig megnézzük, hogy melyik kérdés hogyan szól a te tudatosságodról, így nagyjából fel fogod tudni mérni azt, hogy hol is tartasz te a saját folyamatodban, hol tartasz önmagadra találásodnak az útján. Nézzük akkor az első kérdést, ha már felkészültél. Az első kérdésem az, hogy mennyit szoktál szomorkodni? Mondjuk úgy heti átlagban. Hányszor vagy szomorú hetente, és mennyi ideig tart a szomorúságod? Képes vagy percek alatt kijönni egy szomorúságból, vagy órákba szokott ez kerülni, vagy napokba, vagy egyszer csak úgy, ahogy jött a szomorúság, úgy is illan el belőled. Hogyan éled meg hát a szomorú pillanataidat? Gondold ezt végig, míg ha nem is írod le a választ, akkor is legyen meg a saját fejedben önmagadról egy kép a szomorúság témájában. Jöhet a második kérdés? A második kérdésem arra vonatkozik, hogy mennyi kérdés van benned? Ha hallasz egy új információt, egy új hírt, mondjuk közvetít számodra a média valamit, egy pletykát valakiről, egy sztárról, egy információt egy új vírusról, vagy valamilyen hírt akármiről a nagyvilágban, akkor te azt azonnal készpénznek veszed, vagy pedig sok-sok kérdés megfogalmazódik benned. És nem csak a média hírei, hanem egyáltalán a nagyvilág, a mindennapi élet működése és megtapasztalása kapcsán mennyi kérdés van benned? Kérdésekben létezel inkább, vagy pedig állításokban? Gondold végig a válaszaidat, mennyire vagy te kíváncsi, mennyi kérdésed szokott neked megszületni nap mint nap, és hogyha úgy érzed, hogy nagyjából már úgy látod a megoldásaidat önmagadról, akkor jöhet a harmadik kérdésem. A harmadik kérdésem arra vonatkozik, hogy mennyire vagy megértő. Nyilván ennek sincsen mértékegysége meg skálája, hogy ki mennyire megértő, hogy be tud így könnyen pipálni, ezért inkább azt kérdezem, hogyha mondjuk valaki tesz előtted egy olyan cselekedetet, ami számodra meghökkentő, vagy adott esetben zavaró, akkor te megítéled őt és a cselekedetét, vagy inkább kíváncsivá válsz arra, hogy vajon miért csinálja így. Egy nagyon egyszerű példán. Például, ha valaki hazudik neked. Ha valaki hazudik neked, akkor te azonnal megítéled őt, és teszel egy reakciót, mondjuk haragszol, vagy elhatárolódsz tőle, vagy adott esetben inkább kíváncsian állsz a dolog elé, és próbálod kideríteni, mélyre menni, megfejteni azokat a mozgató rugókat, amik őt a hazugságra késztették, indították. Szóval inkább megítélsz valamit, vagy képes vagy, és hajlandó vagy arra, hogy megértsd a miérteket, keresd a folyamatok megoldásait, magyarázatait. Gondold végig, hogy melyik igaz rád jobban. És akkor jöhet a negyedik kérdésem. A negyedik kérdés pedig arra vonatkozik, hogy képes vagy-e magadat megnyugtatni. Mondjuk, hogyha valami feszít, valami feszültséget érzel magadban, mert valami nem úgy alakult, ahogy szeretted volna, vagy éppen tele vagy kérdőjelekkel, bizonytalansággal, netán szorongsz valami miatt egy élethelyzetben, akkor képes vagy-e magadat megnyugtatni, és ha igen, akkor mennyi idő alatt? Egyszerűen csak néhány pár perc alatt sikerül föloldani magadban ezt a feszültséget, félelmet, vagy több órádba kerül ez, vagy egyáltalán nem sikerül oldani magadból, hanem majd egyszer csak elillan, ahogyan az élet is változik körülötted. Szóval 4 kérdés, és nagyjából 4 nézőpont kellett, hogy megszülessen önmagadról. Most akkor nagy vonalakban megnézzük, hogy melyik kérdés, az vajon milyen válaszokat hozott benned, és az mi mindenre mutathat rá. Nézzük a szomorúságot. Ha sokat szomorkodsz, akkor elég sokszor behúz téged az elméd, ugyanis a szomorúság az egy érzelem, és mint ahogy minden érzelem mögött, a szomorúság mögött is van az elmének egy gondolata. Azért válsz szomorúvá, azért érzed a szomorúságot, mint érzelmet, mert van egy olyan gondolatod, hogy valami rosszul alakult.
kedvezőtlenül vagy hátrányosan. Lehet, hogy azt tapasztaltad meg, és úgy gondolkodsz, hogy valami nem úgy történik, ahogy szeretted volna. Vagy egyszerűen kaptál egy rossz hírt, ami valamilyen vesztességről, valamilyen fájdalomról, valamilyen hátrányról, vagy veszélyről értesít téged. Minél hosszabban ragadsz benne abba a gondolatba, ami ezt a hátrányt, ezt a baljóslatú kilátástalanságot megvilágította, annál biztosabb, hogy elhitted a saját gondolataidat, és minél inkább elhiszed a saját gondolataidat, annál inkább mélyebbre, annál inkább padlóra fogsz kerülni, és a szomorúság maga ura, maga alá nyom, maga alá gyűr. Ilyenkor az elméd ural téged. Hogyha már tudatos vagy, akkor képes vagy meglátni a szomorúságot okozó gondolatot, és a szomorúságot okozó gondolatot képes leszel egy kicsit megformálni is. Megformálni egy gondolatot azt jelenti, hogy más nézőpontokból is ránézek az adott helyzetre, és megpróbálom keresni a sok nézőpont között a lehetőségeket tartogató nézőpontot. Hogy legyen előtted út, hogy ne az a gondolat uraljon most már, hogy valamit elvesztített, hogy valami kilátástalan, hanem kezd el meglátni a lehetőséget, a cselekvési módszert arra, hogy mégiscsak kihozd az adott helyzetből számodra a lehető legtöbbet. Minél inkább át tudod alakítani a nézőpontjaidat, minél inkább úgy tudsz tekinteni a gondolkodásodra, hogy ezek csak gondolatok, ezek csak nézőpontok, annál könnyebben fogsz visszakerülni boldog, békés, kiegyensúlyozott önmagadba, és tulajdonképpen ez lesz a tudatosság, a boldogság kulcsa is. A második kérdésem arra vonatkozott, hogy mennyire vagy kérdésben létező ember. Könnyen elhiszel dolgokat, vagy inkább kérdésekkel próbálod több nézőpontból is körbejárni az adott szituációt. Minél több kérdésed van egy-egy helyzetről, egy-egy eseményről, egy-egy hírről, annál biztosabb, hogy több nézőpontot is föl fogsz tudni fedezni az adott szituációba, és minél több a nézőpontod, annál több lesz a lehetőséged arra, hogy jól érezd magad, hogy az adott élethelyzetet el tud helyezni a világodban, hogy lehetőségeket láss meg abban, ami történik. Tehát, aki kérdésben létezik, az az ember nyitott, az az ember nagyon sok felé tud tekinteni, és mindig fog találni magának megoldásokat, cselekvési terveket, lehetőségeket, hogy az életét előre vigye. A harmadik kérdésem arra vonatkozott, hogy mennyire vagy megértő. Ha valaki közelít feléd valamilyen olyan tettel, cselekedettel, ami számodra kizökkentő, akkor megítéled őt, vagy pedig keresed a megértést a cselekedetei mögött. Minél inkább a megértésre hajtasz, annál biztosabb, hogy a világot ki fog tágulni előtted. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban is van az emberekben sok félelem, azonban minél inkább törekszünk arra, hogy egy eseményt, egy embert, egy cselekedetet, egy jelenséget, egy történést megértsünk, és megértsük az oda vezető utat, megértsük a rejtett mozgatórugókat, annál inkább fogunk tudni felkészülni a jövőben hasonló helyzetekre, és annál inkább fogjuk tudni azt is, hogy ilyen helyzetekben mi a teendő. Ha megértés nélkül megítélsz valamit, és azonnal elhatárolódsz, akkor azonban a saját mozgásteredet fogod beszűkíteni. Mivel nem jutottál megértésre, például azzal kapcsolatban, hogy valaki miért hazudik neked, ezért gyakorlatilag a következőkben folyamatosan félni fogsz attól, hogy újra hazudnak-e, de nem fogod érteni, hogy miért. Ezért nem fogsz tudni elébe menni se, és nem fogod tudni kezelni sem azt, amikor hazudnak neked. A félelmed egyre inkább nagyra fog dagadni benned, és egyre több emberrel szemben leszel bizalmatlan, egyre többektől fogsz elzárkozni, amivel gyakorlatilag a saját mozgásteredet szűkíted be a magad számára. Az utolsó kérdésem pedig arra vonatkozott, hogy meg tudod-e magadat nyugtatni, hogyha valami miatt feszültség keletkezik benned, vagy szorongsz. Minél inkább képesebb vagy látni azt, hogy mi okozza a szorongást, hogy mitől félsz, és mi zajlik le benned ilyenkor, annál biztosabb, hogy meg is fogod tudni oldani ezeket a szituációkat, és rövid beszélgetés után ki fogod tudni magadat hozni a feszültségből, a félelemből, a szorongásból. Sokan sajnos azt sem tudják beazonosítani a szorongás
társaik kapcsán, hogy vajon mivel kapcsolatban jelent meg bennük a félelem. Mitől félnek olyankor, amikor szoronganak? Márpedig anélkül, hogy ezt azonosítanák, nagyon nehéz lesz oldani a szorongást. Lehetnek rá éppen adhok módszerek, spontán technikák, de hosszú távon csak az vezet igazából eredményre, hogyha megérted a szorongás mögötti mozgató rugóidat. Minél inkább megérted ezt, annál képesebb, annál tudatosabb leszel arra, hogy megnyugtasd magad és visszaállítsd a békés, harmonikus, kiegyensúlyozott önmagadat, vissza tudj kerülni a középpontodba. Mi tehát akkor annak a kulcsa, hogy békésen, boldogan és kiegyensúlyozottan élj? Hogyan lehet nem szenvedni? Hogyan lehet nem az elme uralma alá kerülni? Hogyan lehet tudatosan irányítani az elmédet? Egy nagyon rövid összefoglalóval, tulajdonképpen csak egy icipici kis trükkel fogom folytatni ezt a videót az Exkluzív Haladó Önismereti csatornánkon. Csatlakozz hozzánk az Exkluzív Haladó Önismereti csatornához, és nem csak ennek a videónak, hanem a korábbi közel 200 Exkluzív Haladó videónak is megnézheted a folytatását. Nagyon sok hasznos tartalmat, magyarázatot, felismerést fogsz kapni, amelyeken keresztül megértheted a tudatalatti rejtett mozgató rugóidat, a gondolat és érzelmi működéseidet is. Úgy tudsz csatlakozni az Exkluzív Haladó Önismereti csatornánkhoz, hogyha a videó alatt rányomsz a csatlakozás feliratú gombra, a YouTube el fog téged kalauzolni a filmekhez. Fontos, hogy belegyél jelentkezve a YouTube fiókodba, mert ahhoz, hogy a YouTube megmutathassa neked az exkluzív videókat, ahhoz azonosítania kell téged. Ha nem vagy jelentkezve, akkor vagy jelentkezz most be, vagy egyszerűen csak nyisd le a videóm alatt a tartalmi leíró részt, a szöveges leírást, és ott is meg fogod találni azt a linket, ami elvezethet téged az Exkluzív csatorna videóihoz. Szeretettel látunk ott is. Ha pedig gyorsabban szeretnél fejlődni az önismeretben, és gyorsabban szeretnél visszakerülni a középpontodba, boldognak lenni és boldog kapcsolatokat kialakítani az életedben, akkor tarts velünk programjainkon, klubestjeinken, minden második hétfőn, vagy egynapos kurzusainkon, esetleg elvonulásainkon, táborainkban. Mindezekről a programokról a www.tündérszív.hu honlapunkon tájékozódhatsz, de ékezet nélkül írd be tündérszív.hu. A kurzusaink, a programjaink nem terápiás csoportok, úgyhogy nem kell attól tartanod, hogy idegen emberek előtt, mások előtt ki kelljen tárulkoznod, és magadról fájdalmas részleteket kelljen elmesélned. A kurzusainkat inkább jó hangulatú tréningeknek és előadásoknak képzeld el, ahol nagyon sok hasznos felismerést fogsz kapni, nagyon sok technikát és útmutatást arra, hogy hogyan vidd az életedet úgy, hogy abban boldog énedet élhesd meg. Ha pedig otthon szeretnél fejlődni, akkor keresd az otthon végezhető videókurzusainkat a www.onismeretitanfolyam.hu oldalunkon. Most pedig elköszönök, kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magadnak kívánnál még.